Pünkösd, a húsvét utáni 50. nap a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Kiemelkedő nyelvoktatás, az országban elsőként a nyíregyházi Apácaiban indul francia két tannyelvű általános iskolai oktatás 2020-tól. Megújult a pihenőpark, 16 piknikpaddal és 5 térfigyelő kamerával gazdagodott a Bújtosi Városliget. A magyar kultúrában számos népszokás kapcsolódik a pünkösdhöz. Nagy részük egészen a kereszténység előtti időkben nyúlik vissza. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az egyik legismertebb szokás a pünkösdi királyválasztás, de a május 1-én állított májusfákat is ilyenkor kell lebontani. A szatmárberegi térségben pedig jellemző volt, hogy a lányok pünkösd hajnalán a Tiszában mosakodtak. A kereszténység egyik fontos ünnepe a Szentlélek kiáradásának ünnepe, vagyis a pünkösd, amely a húsvét befejező időpontja, ez az 50. nap. Húsvét után a 7. vasárnapon és az azt követő hétfőn tartják, így a nyugati kereszténységben a pünkösd legkorábbi lehetséges dátuma május 10 és 11, a legkésőbbi pedig június 13 és 14. A húsvéthoz hasonlóan a pünkösd is egy egész héten át tartó ünnep, azonban ebből csak két nap nyilvános. A második században említették először ünnepként az ókori keresztény nyírók, valójában egyidős az egyházzal. Az ünnep miatt, bár sokszor már júniusra esik, május hónapot pünkösd havának is nevezik. A neve is innen származik, ebből a görög pentakrosz szóból a pünkösd szó, és ez az Úr Jézus mennybe menetelét jelzi, és jelenti ez az ünnep, és a katolikus vidékeken ilyenkor földíszítik a templomot az ünnep tiszteletére, és virágokat, zöld ágakat visznek be, és ebből egy-egy pici ágat letörnek a mise után, vagy pedig egy-egy levelet elvisznek, de ez lehet diólevél, vagy hát bármi, amit így a környezetükben megtalálnak, és ezt szentelményként használták. A szatmári beregi református vidéken pünkösd hajnalán a lányok elmentek megmosakodni a Tiszára, hogy egészségesek és szépek legyenek. De ehhez az ünnepkörhöz kapcsolódik a pünkösdi királyválasztás is. A középkor óta ismert szokás során ügyességi versenyen választották ki a megfelelő férfit, aki később a többieket vezethette. Gyakori szokás volt, hogy ilyenkor avatták fel a legényeket, akik ezentúl udvarolhattak és kocsmázhattak. De a május fállításhoz is volt köze a pünkösnek. A májusfának a kitáncoltatása is ilyenkor volt, hiszen május 1-én ugye ez a majálisnak a szokásához hozzá tartozott, és hát talán ma is gyakorolják ezt a szokást, hogy fát, májusfát állítanak annak a lánynak a háza elé, ahol vőlegény van, vagy komoly udvarló van, és hogy ezzel is kifejezve ezt a átmeneti állapotot a lányok életében. Tehát ami azt jelzi, hogy komoly udvarlója van. Ez ma is látok ilyen földíszített fákat május 1-én, és ezt ilyenkor elteszik, lebontják és elrakják. Tehát ez a májusfának a kitáncoltatása ezt jelzi. Ezek közül a népszokások közül egyre kevesebb él, a fiatalok alig ismernek párat. A kereszténység előtti időszakra visszanyúló elemek pedig szinte teljesen kikoptak a köztudatból, csak a legvallásosabb családok és települések elevenítenek fel néhányat. Az országban elsőként a nyíregyházi Apácaiban indul francia kéttannyelvű általános iskolai oktatás. Alapfokon jelenleg nincs más intézmény Magyarországon, ahol első osztálytól kezdve francia-magyar oktatásra jelentkezhetnek a leendő első osztályosok. A kéttannyelvű oktatás először 2020. szeptemberében indul a megyeszékhelyen. Éppen francia órán ülnek a tanulók az Apácaiban. Az intézményben 30 éves múltja van a nyelv oktatásának. Az elmúlt években pedig az országos versenyeken is a legjobbak között szerepeltek az itt tanuló diákok. Ennek is köszönhető, hogy új képzési kínálattal bővíti az intézményi palettáját a nyíregyházi tankerületi központ. A 2020-2021-es tanévtől a nyíregyházi Apácai Csere János általános iskola és alapfokú művészeti iskolában francia-magyar kéttannyelvű oktatásra jelentkezhetnek majd a leendő elsős diákok.
Alapfokon, tehát általános iskolában francia-magyar kéttanyelvű oktatás nincs máshol tudomásunk szerint az országban egyelőre még. Középfokon igen, de alapfokon nem. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek a térségnek, városunknak szüksége van olyan intézményre, ahol a diákok elsajátíthatják a franciát. Az angol mellett a francia nyelv értéke kimagasló a mai világban. Az intézmény célja, hogy a diákok még alapfokú oktatás alatt nyelvvizsgát szerezzenek. Egy elsős életében mi lesz az újdonság? Azon kívül, hogy játékosan tanulnak franciául, ez 8-szor teheti meg hetente. Ez azt jelenti, hogy 5 francia nyelvórája lesz végig a 8 évfolyam alatt, és 3 órát általában a készségtárgyakat, ezt még közben meg fogjuk beszélni a fenntartóval, pedig bemutatva az ország történelmét, hagyományait, felkészül 8 év alatt. Mi azt gondoljuk, hogy a jó nyelvérzékkel rendelkező tanulók 6. évfolyamra középfokú nyelvvizsgát tehetnek, a kiválóak pedig felsőfokú. Nemrég a francia nagykövet is itt járt az Apácaiban. Az intézmény vezető elmondása szerint ő is támogatta az iskola két tannyelvű oktatását. A 2020-as tanévtől pedig a francia intézet nyelvi lektort is biztosít majd a nyíregyházi apácainak. 16 piknik paddal és 5 térfigyelő kamerával gazdagodott a Bújtosi Városliget. A beruházás egy több mint 1 milliárd forintos terület és településfejlesztési operatív program részeként valósult meg. A Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén című pályázatból már csak egy Bocskai utcai épület felújítása van hátra. Egy hónappal ezelőtt még le volt zárva a Bújtosi tó körüli rész, ma már a fiatalok futottak rajta. Hivatalosan is átadták a látványosan megújult Bújtosi Városligetet. A beruházás egyik legfontosabb része ugyanis a közel 1,5 kilométer hosszú gumiburkolatú futópálya kialakítása volt. Mind a 3 tavat körülölei, mert hiszen nagyon sokan sportolnak itt reggel, estére és napközben is. Egyesületek is itt tartják edzéseiket. Gondolok itt azokra az egyesületekre, akikkel szoktuk szervezni például az örökösföldi egészségnapokat. Itt többször volt már olyan kupa szervezés is, mint például az Örökösföld kupa, Nyíregyháza kupa, ahol nem csak a városlakók, hanem ugye távolabbról érkező versenyzők is részt vettek a rendezvényeken. Úgyhogy meggyőződésem, ami egyébként is népszerű volt már így a városlakók körében, az örökösföldek körében, hiszen gyakran kilátogattak itt napközben is sétálni gyermekekkel a játszótérre, hogy a felújítás követően még többen fogják ezt igénybe venni. A sportolni vágyók rendelkezésére áll ezentúl 2 trambulin is, az éjszakai láthatóságról pedig új kandellábrek gondoskodnak. A tó körül helyet kapott 45 darab pad, 16 piknikpad, 1 okospad és 6 tűzrakóhely, 23 személygyűjtő is, valamint ivókutak, napozóágyak teszik komfortosabbá az itt töltött időt. Több helyen összesen 5 térfigyelő kamera szolgálja a liget biztonságát. A Városliget élhetőségének és használhatóságának elősegítése érdekében akadálymentes mosdó létesült a játszótér környezetében. Az autóval érkezők részére gyeprácsos parkoló, a kerékpárosoknak pedig kerékpártároló áll majd rendelkezésükre. Ez közel 1,2 milliárd, amit a Zöld Város programunkra nyertünk. Ez több részből áll, egy komplex városfejlesztési program. Kezdődött a 2 belvárosi tér, a Bencúr-Bessenyei tér felújításával, aztán elkészült még itt tavaly évvégén a Pazonyi tér, idén tavasszal folytatódott az Arany János utca, hogy azt, amikor a körforgalmat megépítettük és az utcát felújítottuk, elhúzódott, ugye azt ígértem az ott lakóknak, hogyha lehet pályázati pénzbe, akkor saját erőt ne költsük el erre, mert annak lehet jobb helye. Ez most megvalósult, hát és aztán itt vagyunk a Bújtosi tavak körül, amit most már teljes joggal mondhatunk Városligetnek. A felújításoknak nem csak a gyerekek örülnek, az esküvő előtt álló párok is szívesebben fotózkodnak itt. A Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén projekt utolsó eleme a Bocskai út 16 szám alatti épület felújítása lesz, amely a tervek szerint még idén elindul. Sok a tévhit a mezőgazdasági gépek vezethetőségével kapcsolatban. A legelterjedtebb B kategóriás jogosítvánnyal ugyan vezethető néhány ilyen jármű, de érdemes utána nézni, melyek ezek. Sok gép ugyanis speciális tudást igényel. Ma már alig találkozni kapáló gazdákkal. A legtöbb mezőgazdasági munkát gépekkel végzik. Ennek köszönhetően jelentősen felértékelődött a mezőgépészet szerepe, írja a Krónika című lap.
Sokan azonban azt gondolják, különösebb tudás nem igényel ezeknek a gépeknek a vezetése, és azt hiszik, sima B-kategóriás jogosítvánnyal bármire felülhetnek, vagy bármit vontathatnak. Az általunk megkérdezett autós iskola tulajdonos viszont rámutatott, ez csak néhány ilyen jármű esetében igaz. Nyilván ehhez tudni kell, hogy milyen a kocsija, egy könnyű pótkocsi, nehéz pótkocsi, miket akar vele mondtatni, és ennek megfelelően különböző kategóriákban vannak besorolva. Minden kategóriánál ugye más van meghatározva, tehát aki ilyet szeretne vezetni, az nézze meg először, hogy ő maga mit szeretne, és válassza ki hozzá azt a kategóriát, amiből neki le kell vizsgázni. Elengedhetetlen tehát időben tisztázni, melyik géphez milyen típusú vezetői engedély meglétére van szükség. A legelterjedtebb B-kategóriással sem csak személyautót vezethetünk ugyanis. Ugye a B-kategóriás jogismeren megkülönböztetünk nemzeti és nemzetközi kategóriákat, de talán úgy a legkönnyebb megérteni, hogyha azt mondjuk, hogy B-kategóriás jogismeren vezethetünk állati erőművet, járművet, kerti traktort és segédmotorkerekpárt, valamint ugye a B-kocsit, amit ugye általában ugye személykocsinak nevezünk, és ehhez is tudni kell, hogy itt is megkülönböztetjük a kezdővezetői engedélyt, illetve a nem kezdőt, illetve plusz még 750 kg-os könnyű pótkocsig, akkor, hogyha 3500 kg ösztömeget nem haladja meg, gyakorlatilag ezek azok, amiket vezethetünk B-kategóriával. Általános tévhit, hogy aki autót vezet, az traktort is irányíthat. Ez utóbbi ugyanis egy sok funkciót betöltő erőgép. A mezőgépek különböző beállításait pedig ismerni kell ahhoz, hogy a gazda jól dolgozhasson. 12 óra alatt összesen több mint 110 kilométert futottak a nyíregyházi Decathlon áruház munkatársai, hogy aztán az ezzel összegyűjtött pénzt ajándékokra fordítsák a szintén nyíregyházi Rejtett Kincsek Down Egyesület úszócsapat tagjai számára. A Kincsek SC nyíregyháza versenyzői logózott, névre szóló köntösöket és pólókat vehettek át. Az egyesület közel 3 éve szervez különböző sportprogramokat fogyatékossággal élő gyermekeknek és felnőtteknek, a kölyök sportoló program keretében pedig 3-9 éves korosztálynak nyújtanak sportfoglalkozási lehetőséget hetente azért, hogy minél kisebb korban megszerettessék velük a sportot. Nagyon fontos a fogyatékossággal élőknek is a sport, ugye fontos a gyerekeknek, de fontos a családoknak is, hiszen ugye a sport az alkalmas arra, hogy a különböző embereket összekösse, korra, nemre, értelmi képességre függetlenül. Ugye az egyesület már 3 éves kortól szervez sportaktivitásokat, hiszen a kölyök sportoló programban részt veszünk, ez a Speciális Olimpiai Szövetségnek egy programja, ahol már nagyon pici korban próbáljuk a családokat arra edukálni, hogy igenis egy fogyatékossággal élő gyerekkel is lehet sportolni, és hát ugye vannak versenyzőink is, akik most messzhez jutnak, és ugye nekik is az úszásban tudunk elsősorban egyelőre segíteni, de próbáljuk bővíteni a sportágakat Nyíregyházán. A nyíregyházi áruház munkatársai évek óta örömmel járulnak hozzá a Rejtett Kincsek Down Egyesület működéséhez. Idén tavasszal az áruház munkatársai az Adj egy pacsit program keretében kilométerenként 750 forinttal támogatták az egyesület munkáját. Minden évben megszervezünk az áruházak között egy ilyen kis futóversenyt, ez egy házi bajnokság igazából, ami azt jelenti, hogy reggel 8-tól délután 8-ig, hát illetve este 8-ig folyamatosan futunk, és az az áruház, amelyik összegyűjti a legtöbb kilométert, nyilvánvalóan a nő nyer. Idejében egy picit próbáltuk ezt átgondolni, és arra gondoltunk, hogy miért ne tehetnénk valami jót. Éppen ezért minden egyes lefutott kilométer után egy bizonyos összeget úgy döntöttünk, hogy felajánlunk valamelyik egyesületnek. Itt Nyíregyházán mi a Rejtett Kincsekkel már egy ideje kapcsolatban vagyunk, ugyanis fontosnak tartjuk azt, hogy a sportot mindenkinek el tudjuk juttatni, bármilyen nehézséggel küzd is. És szerintem nagyon-nagyon jó látni, hogy ők, ahogy a gyerekekkel foglalkoznak, ahogy a sportolásra próbálják őket nevelni. Így biztosak voltunk benne, hogy nekik fogunk segíteni. A közeljövőben az egyesület igyekszik bővíteni azon sportágak számát, amelyeket űzhetnek a fogyatékkal élő fiatalok. Egy hajszállal, egészen pontosan egy góllal csúszott le a dobogóról a nyírbátori férfi kézilabda csapat az MB2 északkeleti csoportjában. A Csapos János által irányított együttes 13 győzelemmel, egy döntetlennel és 8 vereséggel végzett a 4. helyen.
A tavalyi második helyezés után az elmúlt szezonnak az első öt hely valamelyikét megszírozva vágott neki a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Csapos János együttese végül az utolsó pillanatig harcolt a dobogóért, amelyről mindössze egy góllal maradt le, mivel a füzesabony gólkülönbsége egyel jobb volt a bátoriakénál. A negyedik helyjel végül elégedett volt a klub vezetése, főként annak tükrében, hogy két erős riválissal bővült a mezőny. Ez a bajnokság lényegesen keményebb volt, erősebb volt. Szemléltetésképpen két olyan csapat került ide, a Salgótarján, illetve a 60, aki végül is befutó lett. A 60 lett az első, Salgótarján a második, akik teljesen más anyagi kondícióval dolgoztak, illetve ebből eredően játékos állományuk is kifejezetten erős volt. Hogy más nem mondjak, a 60-ban a Budai Dániel, a sokszoros válogatott, a magyar válogatott, a Veszprém, illetve a Szeged volt kiválósága is még mint aktív játékos játszott, de nagyon sok játékos került oda az NB1-es Gyöngyösből, ugyanígy a Salgótarjánban is nagyon sok NB1-B-s csapatból szedték össze azokat a játékosokat, akikkel nekiindultak a bajnokságnak. Így ez a két csapat kiemelkedett a mezőnyből. Sikernek tudható be, hogy ezek közül az egyiket, a Salgótarjánt otthon sikerült legyőznünk, és idegenben is egy hajszál választott el attól, hogy meglepetést okozunk, de ez volt a realitás ebben a szezonban. Petneházi Zsolt elmondta, hogy tovább folytatják azt a munkát, amelyet két évvel ezelőtt elkezdtek. Megpróbáltunk tovább építkezni. Ennek eredményeképpen az induláshoz képest az elmúlt szezont már 6 csapattal játszottuk le. Ebben volt U11-es, U14-es, serdülő, ifjúsági, a felnőtt, illetve a megyei, Szabolcs-Szatmár megyei bajnokságban NBSC 2 néven indítottunk csapatot, amit sikerült is megnyerni a megyei bajnokságot, kizárólag helyi fiatalokból álló játékosokkal. Tehát saját nevelésű fiatal játékosokkal nyertük meg a megyei bajnokságot. Ezen kívül az NB2-es mérkőzéseken is egyre több szerepet kapnak azok a fiatalok, akik úgymond sajátjaink, nyírbátoriak, és ezt a jövőben is szeretnék ezt az utat tovább járni. A felnőtt csapat szakmai stábjában is az utánpótlás csapatok élén nem lesz változás, a játékos keretben azonban várható némi mozgás a nyári szünetben. Az utánpótlás bázis tovább bővül, ugyanis ősztől két Szivacs kézilabda csapat is szerepel majd a klub keretein belül. A következő szezonban is a Nyíregyháza Blue Sharks színeiben játszik majd Busz Iván. A Kék Cápák csapatkapitánya szerint jó szezont zártak, bár azt sajnálja, hogy sérülés miatt ki kellett hagynia a bronzpárharc meccseit. Az irányító reményei szerint töretlen marad a fiatalok fejlődése, így tovább erősödik majd a csapat. A szezon előtt mind a bajnokságban, mind a HEP kupában a legjobb 4 közékerülést tűzte ki célként a nyíregyházi csapat. Ősszel ugyan kisé várakozás alatt teljesítettek a cápák, de a HEP kupában szépen menetelve bejutottak a 4-es döntőbe, ahol végül ezüstérmet szereztek a Veszprém mögött. A bajnokság alapszakaszát a 4. helyen zárta a gárda, majd a BKG Prímaes ellen lépett tovább. A döntőtől a Veszprém, a bronzéremtől a MASZ ütött el a nyíregyháziakat, akiknek csapatkapitánya a körülményeket figyelembe véve elégedett volt a szezonnal. Volt ugye légiós cserénk is fél évkor, voltak sérülések évközben, amik hátratatták a felkészülést, de ha belegondolok, hogy a szezon első felében azért, ezt már többször is említettem, például az a budafoki vereség az nagyon fájó volt, vagy voltak olyan bántóan sima vereségek azért a riválisok otthonában is, hogy nem volt tulajdonképpen esélyünk. Azért megnézem a szezon második felét, egyrészt alig volt vereségünk, másrészt ami volt, az is szoros volt, és már csak a közvetlen riválisainktól. Úgyhogy ezt mindenképpen megtudható be, hogy nagyon sokat dolgoztunk évközben, nagyon jól edzettünk, fizikálisan rendben voltunk, jól fel voltunk készítve, és taktikailag is álltunk össze. Illetve a fiatalok is egyre nagyobb szerepet vállaltak. Mondanom se kell például az utolsó hazai meccsünket a Veszprémmel, amikor az utolsó 9 pontunkat a fiatalok dobták, és már majdnem, hogy vezérszerepet vállaltak. Úgyhogy bízom benne, ez jövőre is így lesz. Busz Iván az alapszakaszban 25 mérkőzésen valamivel több mint 11 pontot és közel 6 gólpasszt átlagolt. Mint mondta, a közös folytatásról gyorsan megegyeztek a klub vezetőivel, és reméli, hogy játéka tovább javul majd a következő szezonban.
az irányító poszt, ami azt mondják, hogy ez igazából korral érik be. Nagyobb ligákban is meg lehet nézni, hogy sokszor 30 évesen jutnak el úgymond a csúcs teljesítményre a jó játékosok. Nagyon sok mindenben van még fejlődni, nekem is vannak hiányosságaim a játékomban, ezt tudom, viszont azt is érzem, hogy évről évre kicsit érettebben játszok, és megfontoltabban, meg taktikusabban. Az azon elején nagyon rossz volt nekem, nem találtam a ritmus, nem voltam jó formában, de érdekes módon onnantól szerintem nagyon sokat javult a teljesítményem, miután pont a posztra érkezett egy légiós, és együtt nagyon jól kiegészítettük egymást, és úgy gondolom, hogy szezon végére már egész jól teljesítettem. A sérüléséből lassan felépülő Busz Iván egyelőre kosárlabda nélkül tölti a napokat, de sok időt nem szeretne kihagyni, mivel a lehető legjobb állapotban akar megjelenni a következő szezon első edzésén. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. A magyar kultúrában számos népszokás kapcsolódik a pünkösthöz, nagy részük egészen a kereszténység előtti időkben nyúlik vissza. Az egyik legismertebb szokás a pünkösdi királyválasztás, de a május 1-én állított májusfákat is ilyenkor kell lebontani. A szatmárberegi térségben pedig jellemző volt, hogy a lányok pünköst hajnalán a Tiszában mosakodtak. Az országban elsőként a nyíregyházi Apácaiban indul francia kéttannyelvű általános iskolai oktatás. Alapfokon jelenleg nincs más intézmény Magyarországon, ahol első osztálytól kezdve francia-magyar oktatásra jelentkezhetnek a leendő első osztályosok. A kéttannyelvű oktatás először 2020. szeptemberében indul a megyeszékhelyen. 16 piknikpaddal és 5 térfigyelő kamerával gazdagodott a Bújtosi Városliget. A beruházás egy több mint 1 milliárd forintos terület- és településfejlesztési operatív program részeként valósult meg. A Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén című pályázatból már csak egy Bocskai utcai épület felújítása van hátra. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, június 10-én hétfőn friss hírekkel kedd este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!